Mesdames et messieurs, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt nagy érdemű publikum, sokakkal közölhetem, ami nyilvánvaló, ismét eltelt egy év. Ez azt jelenti, hogy nem az ötödik, hanem a hatodik körösmenti néptánctábor zajlott le, melyben kiváló mesterekkel, kiváló tanítványokkal, kiváló szülőkkel, akik organizálták a dolgokat, nem mellesleg kiváló muzsikusokkal. Elkészítettünk egy műsort az önök számára. Felkeltenem a kérdést, hogy kíváncsiak rá. Jó, megyünk haza. Nem hallottam még egyszer. Még egy picit próbáljuk meg, hogy azért lelkesítsék a gyerekeket. Állj, hármat számolok, és utána 1, 2, 3. Van szerencsém bejelenteni, hölgyeim és uraim, egész estét betöltő műsorunk, amely tulajdonképpen holnap utánig fog tartani egyfolytában, nem más, mint Toldi Miklós történetének feldolgozása. Azonban ahhoz, hogy eme történetet megszemlélhessük, el kell árulnom önöknek, hogy különféle időgépeket szerkesztettem, hogy a középkorba eljuthassunk. Ha esetleg kéretnék egy kis nézőtéri fény, csak azért, hogy kontrollálhassam a kedves szülőket, rokonokat, hozzátartozókat, barátokat, lehetne egy pici nézőtéri fényt kapni? Így már sokkal jobb. Kár, hogy nincs itt a telefonom, lefényképezném, hogy ki jelentkezik, ki nem. No tehát, tegye fel a kezét, aki legalább egyszer kijárta a hatodik osztályt. Aki kétszer. A gyerekeknek elmondom majd azért, hogy többen karriert csináltak iskola, sőt hatodik osztály nélkül. No. A következő első szerkezetem a Kiro Makina nevű szerkezet, mely tulajdonképpen a kéz segítségével hozható létre, és a középkorba lehet vele utazni. Kicsit rázzuk le a kezünket, mert úgy az igazi. Jó példával kell járni a gyerekek előtt, csak mondom a felnőtteknek. Emeljük fel a jobb karunkat, hogy körülbelül ilyen magasságba. Figyelek! A bal karunkat, igen. Jobb kézzel fogjuk be a jobb szemünket. Ballal a bal szemünket, mit látunk? Semmi. A semminek a szinonimája mi lehetne a mi esetünkben még vajon? Sötétség. Ki mondta a sötétséget? Cukorkát nem tudok most dobni, de tapsoljuk meg az urat, tisztelt jelenlévő! De az igazi probléma ezzel a sötétséggel, hogy engem a dicsőséges középkor érdekel, nem a sötét. Úgyhogy ezzel sokat nem tudunk tenni. Ám a másik szerkezet, a Makina poétika. Sokkal egyszerűbb, ezért kellett tudnom, hogy ki járta ki a hatodik osztályt. Figyelem, talán közösen visszaemlékszünk Arany János soraira. Mintha pásztor tűz ég őszi éjszakákon. Csak az első sor? Halló, dolgozatot írunk, itt maradunk, azt nem lesz semmi. Na figyelj, próbáljunk meg még egyszer. Mintha pásztor tűz ég őszi messziről lobogva tenger, Toldi Miklós képe, majd 9-10 emberöltő régiségben. Hölgyeim és uraim, Toldi Miklós tehát megidézzük, és ahhoz, hogy minden működjék, van egy sokkal egyszerűbb idézet, ráadásul a mai nap csak erről szólt, ég a nap melegtől, a kopár szig sarja, kikkadt szöcske nyájak legelésznek rajta. Nincs egy árva fűszál a tors közkerőben, nincs tenyérnyi zöld hely, nagy határ mezőben. Bréma Alfréd, a világhírű etológus, a lelkes természetbúvár 18 kötetes a lexikon sorozatában. Kiemelt fejezetet szentelt az ízelt lábakkal kapcsolatos megfigyeléseire, ám eme különös magyar fajtával, a Locusta arensis-szel, azaz a tikkadt szöcskével nem foglalkozott. A néptánc tábor részvevői egy egészen különleges tikkat szöcske mutatványt fognak bevezetni. Hölgyeim és uraim, először a hölgyek kara következik.
most jöjjenek a tikkacöcskék. Hortás zeneművünkbe, tisztelt jelenlévők, vizuális élmény is csatlakozott, ugyanis 6 hím egyedet tekinthettek meg. Most, hogy a tikkacöcskék így elfáradtak, gondoljunk arra, hát ha igazi szereplők lesznek, s folytassuk Arany János történetét. Szóva mentek, Zsófi, gyertek vissza, itt vagytok. Egy, csak egy legény van talpon a vidéken, meddig a szem ellát puszta földön égen. Szörnyű vendég oldal reng araszos vállán, pedig még legénytől sem pehelyzik állán. Történt Arany János saját falujának hősét énekelte meg bizonyos Toldi Miklós, ki egykoron, nem Nagy Szalontán, mert akkor még úgy hívták, hogy Nagy Falu, ott élt s virult. Eme férfiú, mint látható, délidőben a parasztokkal a mezőn törtötte az időt, de amíg a parasztok mit csinálnak ebéd után? Lefekszenek s hortyognak, addig Toldi Miklós izometriás gyakorlatokat végez. Én vagyok az izomán. Ahogy ez a szobába, mihar szarok, nem vagyok én. Erős, erős, erős. Megkezdem az izom. Miklós éppenséggel hatalmas izmait nézegeti, amikor is elnézett éjszak, azaz várad irányába, csillogó, vértezetű katonák érkeztek. Ám ahhoz, hogy ennek képet megtekintessük, egykoron tikkacöcske, ma lusta parasztokat. Kizavarjam a színpadról, de tüstént! Hölgyek, urak, tisztelt jelenlévők! Itt van immár a had Lackfi Nádor hada, itt kevély hadával Lackfi Endre maga. Délcegen megüli sárga paripáját, sok nehéz aranyhím terheli ruháját. Asszony kórus. Lackfi Endre, ahogy észrevette Miklóst az útszkélyén, megkérdezi, hé, paraszt, melyik út megyen itt Budára? Kérdi Lackfi hegyként csak amúgy félvára. Paraszt, én, már Miklósról van szó, emégy füstölög magában, hát ki volna úr más szélese határban? Tóldi György talán a róka lelkű bátyja, ki Lajos királynál fenn a tányért váltja. Megdobban szíve Miklósnak, hiszen Lajos királyt szeretné ő is szolgálni. Ám a vitézek Miklós öltözete kapcsán arra gondolják, parasz gyerek az nem állhat be vitéznek, csak nemes emberből lesz lovag. Ám Miklós, mint láthatják, majdnem kiállja a próbát, de a nemes vitézek azt mondják, szép öcsém, benagykár, hogy apát paraszt volt, s te is az maradt. Thank you.
maradj úgy. Hé, paraszt, melyik út megyen itt Budára, kérdette tehát Laci Nádor, mire szeretnék egy félreértést eloszlatni, ugyanis többen azt hiszik, hogy egy petrencés rudat kapott fel, ami nem igaz, hiszen Arany János fa, rúd, bot, nyomófa, bocsánat, szálfa, Ilosvai Sejmes Péter nyomófa, nyomorú szinonimákat használ, s tény is való, hogy egy hatalmas rúddal megmutatta az irányt Buda felé. Néznek is a vitézek, ennek a legénynek aztán a csatába lenne helye, de nem sokat teketóriáznak, hiszen Lajos király várja őket, el is indulnak Buda felé. No, ebben a pillanatban azonban Miklós arra gondol, hé, édesapám után, ki réges-rég meghalt, ki Károly Róbert királyunknál dicsőséget szerzett, vagyont, földet, ő utána az atyai hús ki fogom kérni bátyámtól, odaállok elé, kedves György bátyám, kérem a just, hiszen én vitézi fegyvert, páncélt, kardot szeretnék vásárolni, hogy Lajos királyunkat híven szolgálhassam. Efféle módon gondolkodik, és el is határozza, hazamegy a szülői hajlékba, özvegy Tódi Lőrincnét fogja kérdezni, aki a Kordi vagy szerint Mária Magdolna vagy Erzsébet, de semmiképp sem Jennifer, meg fogja kérdezni, hogy kedves édesanyám, megkaphatnám-e az örökségemet. El is gondolkodik ezen, és el is indul haza, igen ám, de ahogy közeledik a házukhoz, messziről látja, hogy dől a kéményből a füst. Ahogy közeledik, hallja, visítoznak a disznók az udvaron. Rémülten gágognak a kacsák. Kacsák azok nem is gágognak, hanem azok a libák, mert a kacsák azok hápogtak. A kakasok kukorékolnak, a tyúkok kotkodácsolnak. Ahogy közeledik, patakokban folyik a vér. Először arra gondol, tán özvegy, édesanyám, meghalt, most halotti tort ülnek. Vagy ami még rosszabb, netán újra férhez megy. De ahogy közeledik a házhoz, a ház vénséges vén szolgája Bence oda megy elé és mondja, bátyád jött mulatni, itt van 40-ed magával. Látogatni jött most 40-ed magával, renyhe sáska népnek pusztító fajával, és a készhaszonnak egyfelét fölenni, másfelét magának tarsolyába tenni. Toldi György tehát a róka lelkű, ki Budán Lajos királlyal együtt nevelkedett a palotában, csatlósaival érkezett, hogy amit termelt ez a háznép egy év alatt, azt most feléje. Thank you.
Özvegy, Toldi, Lőrinc, Néki, a Kordi, vagy szerint Mária, Magdolna, Erzsébet vagy Katalin, de semmiképp sem Jennifer. Két fia közé ugrott, hiszen tudta jó, hogy Miklósnak oly hatalmas ereje van, ha megleinti Györgyöt, abból nagy baj lesz. Hát figyeljünk jól, Miklós mindezek után azt mondta. Ott ki bátyja tüstént! Álljunk meg egy pillanatra, mert hogy ő kezelte, az atyai vagyok. Ott ki bátyja tüstént, ami engem illet! Ott ki a jussomat! Pénzt, paripát, fegyvert, azon túl az Isten áldjon minden ember. György a következő módon válaszolt. Itt a jusskölök. Ne mondd, hogy ki nem adtam! György, ki el! Drámai bejelentés, előadásunk sajnos megszakadt. No, de inkább nem. Felállítjuk a kollégákat, és nézzük tovább, miféle események történtek. Ekkor Miklós megsértődött, kiment a kiskert ajtón az iszlaló, a disznóhol és a kutyahol között, amint látható, egy 113 kg-os malomkőre telepedett le. Amit érzek, Györgyel együtt ott voltak, ám egy bizonyos Edgar von Hundorf nevű éppenséggel Westfáliából származó vitéz, hogy nem, kiment dolgát végezni ide a sarokba. Tisztelt jelenlévők, szédítő történetek estek meg. Ugyanis Edgar von Hundorf, aki egyébként nagyon megkedvelte a magyarokat, ezért kutyalaki edére magyarosította a nevét, éppenséggel különféle testtájékait tisztogatja, miközben Miklós búsul, ám György társaival elkezdi piszkálni Miklóst. Hé, fiúkam, a tűret túzok a magában, orrát szárny alá dugta nagy búvában, gunyasz vagy dög is már, lássuk fölrepüle, meg kell a palánkot döngetni körüle. A gyengébb idegzetek inkább ne nézzenek ide. Ki tudja, hol áll meg, s kit hogyan talál meg. Edgar von Hundorf volt tehát az áldozat, ugyanis elrepült a nagykő, és ahol leszáll a egy nemes vitéznek lőn szörnyű halála. Miklós nem tehetett egyebet, az egyébként előtte lévő 120 cm-es kerítést, hatalmas erejétől függetlenül, átugrott a játszik könnyedséges, észak felé várad irányába, a közeli halastava környékén, a nádasban, ott rejtőzött el. Na de, György és társai üldözőbe vették, ilyen ám tisztelt hölgyeim és uraim, de a nádasban egyszer csak hatalmas vihar kerekedett. A hatalmas vihar villámlással járt, rettentő mennyiségű vízzel, és éppen ezért az üldözők egyszer csak úgy döntöttek, inkább feladjuk, előbb-utóbb is meglejjük, s el fogja nyerni jutalmát, hiszen kutyalaki ede, olyan jó kis kutya volt. Na de, Miklós másfél napig bolyongott a nádasban, végül egy kis zsombékosra élt, egy kis tisztásra, ahol farkas fiókákra lel. Nyűzítettek a kis farkaskölykök. Miklós odament. Nem nevetünk farkas fiókát. Fészek, fióka, tojás, ez normális. Ó, ti szám kivetett lelkek, mondta Miklós, hiszen én is ilyen árva vagyok, mint én. Azonban tévedett, mert egyszer csak üvöltött az anya farkas messziről, aztán egyre közelebbről. Miklós nézett jobbra-balra, hopp! Az a hatalmas hordas egyszer kiugrott, és ugrott is neki Miklósnak, de Miklós oly erős volt, hogy egyenesen öklét belenyomta nyitott szájába emel toportjának, és érkezett közben az apa farkas. Fogta Miklós az anya farkas, tehát forgatta a feje fölött, azzal ütötte az apa farkast, jó, megnyekkentette mind a kettőt, és mivel nem hoztam védőrácsot, ezért csak képen mutatom be. No de! Miklós, amikor végzett a két fenevaddal, sötét este volt, már arra gondolt,
Hazamegyek özvegy édesanyámhoz, a Kordi vagy te szerint Mária, Magdolna Erzsébet vagy Katalin, de semmiképp sem Jennifer, és elbúcsúzom tőle, hiszen nincs maradásom a vidéken. Ahogy hazaérkezett, egyik hón alatt egyik farkas, másik a másik alatt, bement a tiszta szobába, György ott aludt, lefektette mellé a két farkas, majd azt mondta, tente szépen, a testvérbátyátok fekszik itten éppen. Aztán bement a konyhába, édesanyjától búcsúzgatott, és arra gondolt, hogy reggel elhagyja a vidéket, de ha már van egy ilyen utolsó búcsú este, mind a ketten úgy gondolták, mindig a jó mulatság a konyhába zajlik, csapjunk egy kis búcsúbulit, és meghívtak néhány szolgát a környékről, és mulatoztak egyet reggelig az első kakaskukorékig. Thank you.
perckor. György még csak éppen a pislogását próbálja, gyakorolgatja. Utolsó búcsúzás anya és gyermek között. Ó, fiam, jól viseld magad, mindig köszönj tisztelendően, ahogy kell az embereknek. Vigyázz magadra, szégyen ne hozz a család ősi nevére. Miklós ekkor úgy gondolta, itt az idő mennem kell, s el is indult. Történt, hogy Arany János megénekelte. Három nap, s három éjjel egyfolytában vándorolt, a negyedik nap délutánján a pesti oldalról megpillantotta Budát. Azon gondolkodtam, minek Toldi Miklós Rigó nevű lovacsak később szerepel a történetben, mivel légvonalban legalább 300 kilométerről beszélünk, és ne felejtsük el, főleg itt a Kőrösök vidékén, hogy éppenséggel az időtájt még a folyó szabályzások előtt voltunk, tehát ugyanazon folyó bizonyos szakaszait sokszor kellett ugyebár átkelni. És éppenséggel ezért Miklósnak azért valami segédeszközre csak szüksége volt. Igaz, hogy ez csak az első sorokból látszik, de a segédeszköz prima volt. Három nap, három éjjel, majd a negyedik nap délutánján megpillantottad, de hát Budács arra gondolt, hely, de gyönyörű város, egyszer voltam Váradon, az is nagy volt, de nem volt még csak ehhez fogható se, hiszen ennyi házat még életében összesen nem látott. Ahogy nézegeti magának, s látja maga előtt a Dunát, arra gondol, hogy itt ez a széles folyó, inkább a hosszú út után itt útközben láttam egy szép ligetet, majd ott lepihenek, és holnap reggel időben idejövök a folyópartra, és megtekintem magamnak a várost. Ekkor még nem is tudta, hogy hol hajtja nyugovójra a fejét. Egy temetőben, Rákos mezején, Rákos temetői. Ma úgy mondanánk, eme fiatal ember poszttraumás stresszindrómában szenvedett, és éppen ezért eme puha lény, hagyj legyen ott mellette, még ha plisből is van. Miklós ott alszik, ám reggel megszólalt a lélekhangom. Ahogy felébredt, két sírhantot látott, s ott zokogott egy asszony. Valahogy így. Miklós oda megy hozzá, kedves néném, hát te kit sírasz? Tudd meg, te fiú, két vitéz fiam volt, bizonyos Anód és Katód, két lovag, kik ugyebár a Nyulak szigetén rútul végezték. Ugyanis itt van a prágai rém nevezett Hacsek Zmürzlina, a szörnyűséges, kegyetlen bajnok, az ki a magyarok vérét ontja. Nem született még oly magyar lovag, ki megmentse a magyarok becsületét, ezzel a prágai rémmel, Hacsek Zmürzlinával végezzen. Miklós megígérte az asszonynak, ha Isten megsegít, ad nekem vitézi fegyvert, páncélt, megígérem neked, kedves néném, elmegyek a Nyulak szigetére, és ezzel a bizonyos prágai rémmel két hős fiadért, Anódért és Katódért is megküzdök. S ígérem, legyőzöm őket. No igen ám, de Miklós ugyebár, gondolta, hogy el is indult Budára, meg is történt az első lépés, ugyanis elment a Duna partjára, ott viszont el kellett szegődnie egy ladikra, hogy hol a pesti oldalról átvigye Budára az embereket, hol Budáról Pestre, s fél napig evezett, mire végül kiszállhatott Budán. Na de lóhalálában, hatalmas vagyonnal zsebében megérkezett György Lajos királyhoz, hogy éppenséggel panaszt tegyen a királynak, hogy öccse miért út halált okozott kutyalaki Edének, azaz Edgar von Hundorfnak. György tehát már Lajos királynál van, és mivel együtt nevelkedtek, ezért bebocsájtást kapott a palotába, de a király tudta jól, hogy György a legrosszabb fajta, tornából felmentett, de hatalommal bíró. Na ennél nincs rosszabb. A királynál azonban éppenséggel mulatságot tartottak, figyeljünk jól!
György pedig len kigondolta bölcsen. Kigondolta, mondom, kifőzte magában, miként lehet urrá öccse vagyonában. Éppen ezért oda ment Lajos királyhoz, mint kis kutya, nyalogatta annak kezét, talpát, talpanyomát, csak éppen azért, hogy jaj, király uram, én úgy szerettem az öcsémet. Tudom, hogy most pallos jogoddal ész az ő fejét veszed, jól teszed, drága királyom, hiszen te bölcs vagy, te vagy az, aki mindent tud. Ám, légy szíves, ha már ezt megteszed, már pedig meg kell tenned, hiszen kutyalaki edét, az Edgar von Hundorfot, öcsém egy hatalmas malomkővel szándékoltan megöltem. Éppen ezért, drága királyom, hajlandó leszek, ha rám bízod, öcsény örök részét magamnak fogadni. Erre a király azt mondta, mert tudta jól, hogy Tóldi György tornából felmentett, de hatalommal bírod. Menj el a nyulak szigetére! Győzd le Hacsegzmirzlát, a csevitézt, a prágai rémet, s ha ezt megteszed, tiéd öcséd jussa. György vonszolta magát kifelé. Jaj, én, aki tornából felmentett egy 2,5 méteres óriással, aki állítólag Milánóban is ott volt, és még nem is mondom, hogy mit csinált. Na de, Györgyel ne is foglalkozzunk sokat, hiszen Miklós végre megérkezett Budára, egyből egy zenekar fogadta tussal. Tapsoljuk meg kollégáinkat, tehát figyelnek. Ahogy ott sétál, ó, BMNS, ó, hagyományok, emberi erő, hú, csóri. Éppenséggel így néz, ezek a gyönyörűséges lámpák, ó, az a kotta állvány. Így nézelődik, amikor is a Mészárosok utcájába tévedt, ahol két mészáros legénynek az lett volna a feladata, mely maradjunk annyiban nehéz feladat, hosszú rúddal, orrkarikával egy közel 1 tonnás bikát megfogjanak. Ám a bika egyszer csak bődült egy nagyot, valahogy így, ha még működik a szerkezet, eltörte azt a hosszú rúdat, orrkarikája nem is érdekelte, s vérben forgó szemekkel rohants fel alá Buda utcáin. A nép menekült ki, merre látott, de 100 meg 100 ember oda lett, hiszen ez a közel 1 tonnás bika, ma úgy mondanánk, mint egy hatalmas gyors vonat, úgy ment végig a kis utcákon. Miklós, ahogy észrevette a dolgot, arra gondolt, hát faluhelyen napi szinten szoktunk milyen dolgot megoldani, és ahogy észreveszi, éppenséggel a menekülők között egy csinos, szép formájú hölgy veres ruhában volt. Azt hallottam Hispániában, veres rongyal fárasztják a bikát, éppen ezért oda ment a hölgyhöz, hogy neki is azért jusson valami már, mint Miklósnak valami élmény, letépte azt a bizonyos ruhadarabot. A városi emberek sokáig emlegették ezt a jelenetet, és ezzel a veres rongyal elkezdte balról, jobbról, jobbról, balról fárasztani azt a szörnyűséges bikát. Végül megunta, rongyot elhajítván, megfogta a bika 2 szarvát, maradjunk annyiba, kicsit erőlködött, de neki mégiscsak megoldható volt a feladat, kicsit jobbra, kicsit balra, végül nyekkentett egyet a bikán, aki oda lett. Na de ekkor jött az igazi megaláztatás, a városi nép, kiknek életét megmentette, igencsak rövid ideig ünnepelték. Ennyi. Miklós nézett. Hát ezek miféle emberek? Megmentem őket, ők meg ennyi. És ekkor jött a legrútabb dolog. A két mészáros legénykinek az lett volna a feladata, hogy megfogják ezt a hatalmas bikát, átvezessék a mészároshoz. A két legény oda ment a bika testéhez, kivágta annak az oldalát, elővették a bika máját, oda vetették Miklós elé, azt mondták, ne, kutyának megtessék. A középkorban ember belsőséget nem evett, csak a kutya. Miklós ekkor arra gondolt, leghelyesebb, ha kimegyek a temetőbe Rákos mezeire, hiszen anóddal, katóddal és az egyéb holtakkal jobban érzem magam. Megy is ki a temető irányába. Teli hold volt éppen, s a holdban, abban a bizonyos holdfényben, mintha Rigó nevű lovának az án képét látná, s mintha mellette a ház vénséges vén szolgája
Bence követni a lovat. Éppenséggel az a Bence, ki a hamut is mamunak mondja, a satut is tatunak. A következő jelenetben ifjú kollégáim dialógus fognak bemutatni, kellő mértékű tapsal jutalmazzuk őket majd. Párbeszéd tehát sikeredett. Így köszöntötték egymást. A ház vénséges vénszolgája, aki még annak idején Tóldi Lőrincnél kezdte. És most Tóldi Lőrincné cickánybőr tarisznyáját hozta el nagy faluból. Miklós nézi a cickánybőr tarisznyát, sokat látta odahaza. Kinyitotta azt. Meglepődött. Egy kenyér volt benne. Hát, penészesnek tűnik. Inkább nem beszélek a szagáról. Bence pedig azt mondta, édes anyád asszony ezt neked küldötte, magad dagasztotta, maga is szütötte. Miklós azért már oly éhes volt, hogy nem sokat teketóriázott, megszegte ezt a kenyeret. Ám tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt nagy érdemű, egy vasszelence volt ebben a bizonyos kenyérben. A vasszelencben 100 arany pénz, és éppenséggel Bence, illetve Miklós úgy döntött, hát akkor ebből egyet elmulatunk. El is indultak a pesti oldalon, kerestek maguknak egy jó korcsomát, és reggelig ott dorbézolt. Thank you.
Bencével és a kocsma népével, többek között a talléros zenekarral. Ott mulatoztak reggelig, aztán főhősünk fogta magát, elment a Mecsérek utcájába, Stemérdek pénzéből vásárolt magának vitézi fegyvert, pajzsot, páncélcs felszerelve elindult a Nyulak szigete irányába. Ahogy beszállt a ladikba a pesti oldalon, megérkezett a szigetre, bal lábával visszalendítette a ladikot a túloldalra, nézett is a csevitész, hogy miért teheti vajon ezt ez a lovag, mire azt mondta Miklós, innen már csak egy élő ember megy el. Szólt a kis Lajos királynak, hogy jöjjön, s tekintse meg, hiszen egy fekete páncélba öltözött vitéz érkezett a szigetre, s vajon ő megmenti-e a magyarok becsületét. Na de, a következő kép rettentő lesz, megmutatom önöknek a csevitész személyesen. Ugyanis, ez nem is a csevitész, hanem ez még a temető Bencével, úgyhogy egy kicsit gyorsabban lapozok, s most jöjjön a csevitész. Egyszer jön a nagy cseh Budavára felől, táncol nagy lovával a korláton belől, káromkodik csúnyán a magyart böcsmérli, hogy nincs, aki merje magát vele mérni. Pontosan ezt mondta. Szóval vépés és varzsé, szóval spak széni, nájdén nyikrok, dobi szemi posztavél. Tak, kterýho papriko, si dám dneske svýmu knedlíku. Dnes bude všem maďarům konec. Inkább nem fordítom. Hölgyeim és uraim, minek utána szóltak személyesen a királynak, a király az erkélyre odahívatta háza népét, és onnan fognak szurkolni a két vitéznek. Hát nyilvánvaló, a fekete lovagnak, kitán a magyarok becsületét megmenti.
Halló, halló! Halló, halló! Halló, halló! Halló, halló! S jön a háznépe személyesen Lajos királlyal! A királyi testőrség szemrebbenés nélkül követi az eseményeket. Önök előtt, uraim, hölgyeim, mégpedig önöknek a bal oldalon Hacsek Zmirzlina, a prágai rém, a csevitéz! Félelmetes tekintetét hordozza körbe. Önöknek jobb oldalon, egyelőre ismeretlen módon, de mi tudjuk, Toldi Miklós személyesen, a haza becsületéért. A két vitéz tisztelet. S kezdődjék a küzdelem! 3 és hajrá! Hajrá, Miki! 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 Idők végezetéig itt lehetnénk, ám a két vitéz egyszer csak rájött, hogy erejük egyenlő, és ezért oda mentek egymáshoz, kezet fogtak egymással, most azonban megkérem, hogy menjenek hátra, inkább ne fogjatok kezet, mert úgyse tudjátok megcsinálni, ugyanis kezet fogtak egymással, addig még működne a dolog, hogy a csevitéz térdre rogyott, hiszen Miklósnak oly hatalmas ereje volt. Azonban a csevitéz páncélkeszűjének résein kiserkedett a vére. Miklós mindezek után azt mondta, pás, elindult a Duna felé. A csevitéz azonban rút módon hátba támadta, de szerencse, hogy a Duna tükrébe meglátás megkapá a kardot a kezébe. Miklós vissza kézből, nyes, levágta a csevitéz fejét. Szeretném önöknek bejelenteni, hogy egyetlen egy alkalomra a mai napra a Nemzeti Múzeumtól megkaptuk a csevitéz fejét, hiszen Lajos király úgy gondolta, egy ízord ellenfelet örökre meg kell tartani. Éppen ezért, mivel arany bőven volt az országban, aranyba öntötték a fejét. Gyengébb idegzetűek inkább ne nézzenek ide. Bá! Na, most, hogy a csevitéz fején túl vagyunk, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt a nagy érdemi publikum, tekintsenek be ismét a palotába, ugyanis következik a végkifejlet, az igazság osztása. György Róka lelkű, már is oda megy a királyos, annak lába nyomát keresi, hol csókolhatná azt legjobban, hogy éppenséggel valamire teszert legyen. Na de jön Miklós, kardját, életét felajánlván királyunknak, letérdele és mondja, uram, királyom, itt a kardom, vedd a fejem, ha úgy gondolod, hiszen így fiatal korom ellenére, akaratom ellenére, Edgar von Hundorfot sajnos kivégeztem. De ekkor Lajos király bölcs király volt, azt mondta vitézeinek. Györgyöt vigyétek, száműzzük nagy faluba, élete végéig parasztként éljen. Szolgái, melyeknek tekintetét sose látta senki, Györgyöt elkapván viszik el messzire, és kidobják a palotán kívülre. A király pedig jogánál élne, lovaggá üti Miklóst, hogy aztán ne egy évig, ne kettőig, hanem élete végéig szolgálhasson őt. És mindezek után boldogan éltek, míg meg nem haltak. Pontosan azért, hogy Toldi Miklós lovaggá avatták, a király, ki amatőr táncos volt, igencsak kedvelte. Volt egy feltörekvő tánckoreográfus nevezett Móricz Bence, ha jól emlékszem, történelmi tanulmányai során az ő műveivel foglalkozott. Na de ennek a bizonyos Móricz Bencének volt egy másik kollégája, Hankó Tamás talán, vagy valami efféle, és ők a hölgy kolléganőkkel fantasztikus táncokat alkottak. Azonban, hölgyeim és uraim, Toldi előadástól függetlenül, eme néhány napnak azért volt szakmai eredménye, melyet önök színe előtt és a király előtt bemutatunk. Először mezőföldi táncok fognak következni. Lehet tapsolni.
Thank you.
Se volt őgyém és uraim, de nem lenne teljes a kép. Azon kívül, hogy minden támogatót köszöntünk és köszönjük, azért ahhoz, hogy a tábor igazából működhessen és működjön már ilyen régóta, szeretném a teljes kép reményében szólítani még a színpadra Eleonóra nénit, Anita nénit, Edina nénit, hiszen az ő munkájuk nélkül nem működik semmi a háttérben, de a szakmai munka terén is Böge néni, Aliz néni, Tomi bácsi és Bence bácsi is jön a színpadra. Menjetek beljön. Menjetek első sorban be.
most nem szédünk, szépen szeretünk csoportképeket készíteni.